Az első feladat, ez egy kezdetérték probléma megoldása lenne. A differenciálegyenlet az első rendű, y vesző van benne, de látjuk, hogy lineárisan szerepel az y vesző, tehát ez mint egy lineáris differenciálegyenletet fogunk megoldani. A kezdetérték problémát, ezt már csak a kezdetérték, ezt már csak a végfeladat végén, amikor az általánosságodás megvan, akkor fogom figyelembe venni. Az első lépésben ugye homogenizáljuk, homogén differenciálegyenletet oldjuk meg. Az azt jelenti, hogy azt a tagot, amiben ugye nincs y vesző, tehát az élmény szükszet egyszerűen elhagyom, és akkor megkapom a ugye első rendű lineáris homogén differenciálegyenletet. Ezzel kapcsolatban tudjuk, hogy az y egyenlő 0 az mindig megoldása, illetve a megoldás az, hogy c-szer fx alakban áll elő. A homogén differenciál egyenlet első, az mindig szétválasztható, a szétválasztás úgy hiszem nincsen probléma, jól látható van. Elég könnyű rendezni, és ugye az y egyenlő 0 az majd tudjuk úgy is, hogy megoldás lesz, tehát itt nyugodtan osztatunk y-nal. Maga az integrálás az szintén elég elemi függvények integrálását jelenti. Itt ellen abszolút érték y-t kapunk, itt csak simán x-et. Az jobb aloldalon az y-nál szereplő elem miatt a konstanst én elem c-ként fogom fölírni, mert akkor sokkal gyorsabban és rövidebben fölírhatom a homogenizált egyenletnek a megoldását. Persze a c az már bármilyen szám lehet, és a c egyenlő 0 értéke megvan, hogy az azonosan 0 megoldást is megkapom, és jól látható, hogy a c szerepig szalakul lett a homogenizáltnak a megoldása. Jó. No, ezek után a következő lépés az az, hogy a konstans variálás módszerével megoldjuk az inhomogén differenciál egyenletünket, most pontosabban adunk egy partikuláris megoldását, tehát konstans variálás módszerével. Ez azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy az eredeti inhomogén differenciál egyenletnek egy megoldása megadható úgy, hogyha ide a C betű helyett valamilyen x-től függő függvényt írunk, azaz a konstans helyett a konstanst variáljuk, cx függvényt írunk. No, itt, hogy ugye itt ez az x, az az argumentum a c-nek, ez kicsit zavaró lehet, ezért az egyszerűség kedvéért ezek után már csak simán C-szerű x jelölést használom, de tudom, hogy a C most esetünkben nem egy konstans, ez az, amikor a derivátját veszem, hiszen vissza akarom helyettesíteni a homogén egyenletbe, akkor tudom, hogy itt ez a derivált, ugye a szorzás, a szorzatfüggvény derivátja alapján, ez egy C veszőször E ad x plusz, C-szer, E ad x-nek önmaga, E ad x lesz. Ezeket a kifejezéseket visszahelyettesítve az inhomogén differenciálba, azt kapom, hogy C vesző E ad x, meg C-szer, E ad x, mínusz y, mínusz C-szer, E ad x, tehát ugye ez volt az y vesző, ez itt az y, mínusz E ad mínusz x egyenlő nullával. Ha jól csinálom, akkor kiesnek azok a tagok, amiben csak simán a C betű szerepel, és C vesző marad csak. Itt ezt átviszem a másik oldalra. Azaz C vesző, azt kapom, hogy E ad mínusz 2x-el egyenlő. Hát ez egy nagyon egyszerű, ugye, primitív függvény keresés jelent. C vesző, de C-nek a deriváltja E ad mínusz 2x, akkor a C az E ad mínusz 2x lesz.
nem kell odaírni az, hogy plusz D, egy partikuláris megoldást keresünk, úgyhogy itt a konstans helyett nullát, konkrétan nullát fogjuk leírni. No, akkor megvan a C értékünk, a C-t ide visszahelyettesítve kapjuk azt, hogy akkor a partikuláris megoldás ugye az mínusz 1 kettetszer E a mínusz 2x, ez a Cx szorozva E a x-szám, azaz mínusz 1 kettetszer E a mínusz x lesz a partikuláris megoldás. Tehát az inhomogén diffigyeltnek megvan egy megoldása. Tudjuk, hogy az összes megoldást megkapjuk, hogyha a homogenizált egyenlet megoldását és az egy partikuláris megoldást összeadjuk. Tehát itt az esetünkben azt jelenti, hogy a differenciál egyenletnek az összes megoldása az C szemé ad x minusz 1 kettet szemé ad minusz x alapban áll elő, a C az tetszőleges valós szám. No, tehát megvan az általános megoldás, és most fogjuk ugye figyelembe venni, hogy kezdeti érték is van megadott. Ez azt jelenti, hogy az x betű helyére nullát, ez pedig ugye azt jelenti, hogy az y betű helyére 3-at fogunk visszaírni ide az általános megoldásba. Tehát az y egyenlő 3-mal, c szer, i a 0, mínusz 1 kettebb, i ad mínusz 0, de az is 0, ugye az i ad 0 az 1, c mínusz 1 kettet, tehát ezt rendezve c egyenlő 7 kettetet kapunk. Azaz a kezdeti érték problémának a megoldása, az nem lesz más, mint a C betű helyére, de visszaírjuk azt, hogy 7 kettet, E x minusz 1 kettet, E a minusz x. A kezdeti érték probléma megoldása, a konstansolás módszerével 7 kettet, E a x minusz 1 kettet, E a minusz x. Természetesen, ha valaki szeretné, akkor ezt a konstans együtthatós lineáris differenciál egyenletet Laplace transformációval is megoldja.